November 20-a, biztos védelem alatt. Mai igénk Ézsaiás könyve 35. fejezetének 10. verse. Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, boldog örömben lesz részük. Még három képet használ itt a Szentírás Isten szabadító munkájának szemléltetésére. Ezt írja Jól megépített útja lesz a fogságból hazatérő népnek. Homokban gyalogolni nagyon fárasztó. Célt tévesztve bizonytalamban haladni nagyon nyomasztó. Isten azt ígéri, gondja lesz erre is. Utat készít a benne bízóknak, és segíti őket célirányosan haladni. Látni fogják mindig életük értelmét, és Isten vezeti őket célba. Azután ezt olvassuk, nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozó vad. Isten népe biztonságban tudhatja magát hatalmas urának védelmében. Olyan sokféle félelem nyomaítja az életünket. És az ördög, mint oldító oroszlán jár szelte, keresve kit nyeljen el, ahogy Péter levelében olvassuk. Néha pedig bennünk mozdulnak meg vadállati indulatok vagy félelmek. Isten minden külső és belső ellenségtől megvédi népét. Sokszor csak visszatekintve látjuk, mitől ölzött meg, hogyan hordozott és vezetett. Végül ezt ígéri, amikor visszatélnek, akiket az Úr kiváltott, újjongva vonulnak a sionra. Öm koszorúzza fejüket őkre, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Lesz beteljesedés Isten népének az életében. Isten valóra váltja minden ígéretét, nem csak átsegít sok nehézségen, hanem bevisz ők országába, ahol vége lesz minden szenvedésnek, nélkülözésnek, küzdelemnek, s az ő dicsőségében részesíti gyermekeit. Jó erre gondolnunk már most, amikor még gyakran sóhajtozunk, és úgy érezzük, semmi okunk örülni. Aki azonban az Úrban van, az már most is kap előleget ebből az örök örömből, és minden nyomorúságunk ellenére is csordultig lehetünk örömmel.